Zala, Páti Zala, Szentgyörgyön játszott, és 2-2 lett a mérkőzés. Milyen volt a mérkőzés? A mérkőzés előtt úgy gondoltuk, hogy egy idegenbeli bravúros döntetlen már mindenképpen eredmény volna a csapatunk számára, hiszen jelentős különbség volt a tabellán. Az első helyzet otthonába látogattunk. Sajnos a játék nem úgy alakult, hogy elterveztük, ugyanis gyors két egyéni hibát követően az ellenfél hamar két gólos vezetésre tetszett, de az egész mérkőzés alapján úgy gondolom, hogy összességében mégis rászolgáltunk a döntetlenre, hiszen nem adtuk fel, és a második félidőben nagyon hamar sikerült egy gólt szereznünk, ezt követően pedig még inkább elkeseredtünk, és végül is egyenlítettünk is, majd úgy gondoljuk, hogy részünkre szabályos gólt nem adott meg a játékvezető, de összességében azt gondolom, hogy igazságos pontosztozás történt.